Sziasztok, újra Edi vagyok, és ez pedig egy Pokémon GO-val kapcsolatos tipp, trükk videó lesz, ami pontosabban az úgynevezett Pokémon Farmokról szól. Erről azt kell tudni, hogy vannak bizonyos helyek, ahol nagyon-nagyon nagy mennyiségű Pokémonot lehet begyűjteni nagyon rövid idő alatt, és ez teljesen legális, illetve hát ilyen, hát ilyen speciális eset. Ezt úgy lehet elérni egyébként, hogy vannak ezek a kék checkpointok. -ok, a térképen, és hogyha ezekből közel van egynél több, tehát, igen, csak egymással egy lehetne közel, szóval, ha egynél több van egymáshoz nagyon közel, tehát kettő, három, akkor létre lehet hozni egy ilyen farmot az úgynevezett lure modellel, ami azt csinálja, a játékban eredetileg, hogy vagyunk egy ilyen checkpointnál, és hogyha tényleg hogy nem szeretnénk mozogni és Pokémonra vadászni, akkor aktiváljuk ezt a modult, és igazából a Pokémonok elkezdenek felénk sétálni. Ez azért jó, mert pontosan ugyanazzal, vagy majdnem ugyanazzal a hatékonysággal működik, mint csak sétálnánk és vadásznánk. De ez egész jó lehet, hogyha mondjuk egy parkban leülünk valahol, vagy éppenségre egy olyan helyen vagyunk, ahol, ahol ott kell maradnunk, és az azért egy elég jó tud lenni, hogyha odasítanak a pokémonok. Amit a trükk az, hogy mint látjátok nálam a térképen, három darab ilyen pont van egymáson, és amit ilyenkor lehet csinálni, hogy mind a háromra rárakjuk ezt a lore modult, ami egyébként füzetős, vagy valaki más rárakja helyettünk, mint hogy az az én esetemben van, és és csak ott várunk. És ebben az esetben ö, már nem csak azzal a hatékonysággal működik egy ilyen checkpoint, amivel egyébként a sétálás, hanem mivel több darab checkpointot is elérünk, igazából így kétszeres, háromszoros, vagy, ha, vagy akár még többszörös sebességgel is jöhetnek a pokémonok. Illetve egyébként, hogyha valaki fizetni akar a játékért, az ö, még azt a speciális tojást is, aminek meg nem mondom a nevét, használhatja. Ami dupla XP-t jelent fél óráig. Szóval ezeken a farmokon nagyon durván lehet XP-t meg Pokémon farmolni. Hát elsősorban a játék elé, inkább csak az XP farmoláson van a lényeg. És uh, igazából ennyi. Szerintem elég jól látszik a videón. Majd hamarosan mutatni fogok uh, egy listát arról, hogy. Uh, igen, ezt még talán jól emlékszem legyőzöm. Tehát uh, egy listát arról, hogy milyen ütemben jönnek a Pokémonok, -ok, tehát a historim alapján ezt hamarosan látni fogjuk a videón. De addig is egyébként, hogyha tetszett a videó, vagy van véleményetek, vagy bármi, azt írjátok meg, lájkoljátok, nem nagyon nem szoktam lájkot vadászni, de tényleg ebből az, az ember látja, hogy tetszik, nem tetszik. Illetve azt mondtok -e vele is, hogy, hogy, hogy de titeket is elkapott ez az őrület, mert itt Amerikában nagyon durván. Na most láthatjátok a dátumokat, hogy izé, percenként jönnek a pokémonok gyakorlatilag. 640, 639, 637, 636, 635, 634, 633, 632, tehát gyakorlatilag az ember oda beül, akkor 50, 40, 50 Pokémon egy óra alatt megvan, mint látjátok, 625, tehát ilyen 10 akármennyit mennyit szedtem össze 20 perc alatt, úgyhogy... Úgyhogy ja, keressétek az ilyen helyeket, tudjátok, hogy ez van, összefogtok páran, akkor ezt a normodort egymás után lehelyezitek, oda mentek, és, és ennyi, és, 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 és hát boldog Pokémon keresés mindenkinek. Sziasztok! Ja igen, és végezetül pedig mutatok egy videót, hogy ezeken a farmokon mennyi ember van. És egyébként ez még nem is volt egy csúcsforgalom.